Éreztük magunkat Tel Avivban. Kicsivel több mint 24 órát volt szerencsénk, hogy lesz szerencsénk eltölteni itt, most már ennek a végén járunk. Ebből ugye volt nettó 2 óra hossza a koncert, ami piszok jó volt. Nagyon ki voltak éhezve az emberek, úgy láttam a rock zenére meg arra, hogy kapjanak egy kis hazait. A többi pedig igazából én azt mondom, hogy Tel Aviv bizonyos szempontból egy mesés hely, tényleg olyan, mint egy álom. Bizonyos szempontból nem annyira. Nekem személy szerint nyilván tudtam, hogy hova jövünk, tudtam, hogy mi van itt, de azért ma, amikor elmentünk a Holtengerhez, azért sokkal volt személyesen is látni azt, amit mondjuk már egy híradóban ezerszer láttam, hogy ott a fal a túloldalon, Palesztina, az, hogy általában az, hogy falakat húznak emberek. Négyébként ezt már ezerszer elénekeltük, így vagy úgy, vagy amúgy, illetve Laci a szövegével, de hogy itt tényleg élethalál uralkodik dolgokról, és most ebbe most bele tudtunk egy kicsit szagolni. Nagyon messziről, meg nagyon kívülről, de számomra ez egy életre szóló élmény volt, főleg azért, mert nem csak Tel Avivban voltunk, hanem ugye sikerült kimozdulni, tehát tényleg az igazi sűrűjébe a dolgoknak. De engem nagyon megérintett, pozitív és negatív értelemben is. Ez nem misszió, egyszerűen csak szeretünk koncertezni. A dolog ilyen nem ennyire patetikus, vagy nem ennyire magasztos. Nem azért játszunk határokon túl, és most nem a magyar lakat előttel gondolok, hanem jóval messze Magyarország határaitól, mert valamiféle misszió szeretnénk teljesíteni, szó nincsen. Egész egyszerűen csak szeretnénk túlnézni. Igyekszünk mindenhová eljutni, ahová csak tudunk, ahová csak lehet. Meg viszont én szó, hogyha belegondolsz, szerintem minden kisrác vagy kölyök, aki gitárt fogadnak idén a kezébe, 10 évesen és elkezdi az első akkordokat megtanulja, arra lámozik, hogy egyszer majd eljut valahová, érted? Én amikor kicsi voltam, akkor azon gondolkoztam, hogy milyen egyszer nem áll tudok ilyen koncertezni, érted? Tehát, hogy egy Debrecenhez képest, úgy értem. És ehhez képest ez a mostani beszélgetés éppen itt Tel Avivban készül. 2 hete voltunk Norvégiában, néhány hét múlva leszünk egy angol turnén, aztán egy amerikai turnén. Ehhez képest tényleg rengeteg olyan dolgot elértünk, ami egy fiatal kezdő gitáros, vagy egy nem fiatal kezdő, hanem egy praktizáló zenész számára is egy óriási kihívás, egy nagy lehetőség, egy óriási élmény, mindenféle értelemben a szó mindenféle értelmében. Éppen ez az, hogy most értünk, nem valamiféle misszió. Egész egyszerűen igyekszünk megtalálni azokat a pontokat, ahol a megszokott komfortzónából ki lehet időnként lépni. Nem használom szándékosan, ki lehet törni szót, mert nem akarom még kitörni sehonnan, érted? Mi nagyon szeretnénk otthon túlnézni, ez nem is kérdés, és világéletben magyar zenekarból tűnik, és ez mindig így is marad, ma este is magyarul énekeltünk, és ez így volt tegnap is, így lesz holnap is. Tehát szó nincs arról, hogy mi valamiféle olyan álmot, vagy valamiféle olyan téli bábot kergetnénk, ami egyébként valóban csak déli báb. Egész egyszerűen csak szeretünk koncertezni, szeretünk világot látni, szeretünk utazni, szeretünk egymás társaságával lenni, szeretünk olyan helyekre eljutni, mint amilyen ma volt például a Holtenger, ahol tényleg azt gondolom, hogy magunktól turistaként nem biztos, hogy eljutnánk valaha, viszont a zenekar, a zenélés, az, amit szeretünk csinálni, ez egyfajta rock and roll dolog, amit mindig is élveztünk, ez megad olyan lehetőséget is túl a koncertezésen, túl a koncert élményeken, amit tényleg ritkán lehet megtapasztalni. És én azt gondolom, hogyha valaki azzal, amit szeret csinálni, azzal, ami az élete a szórakoztatóság értelmében ilyen dolgot is meg tud tenni, az egy óriási kincs sors részéről, és mi igyekszünk ezt egyet megfelelően használni.